Három dolgot nehezen tudnék összeszedni, azt mondom, hogy tényleg egyébként. Budapest számomra világváros, és ez nagyon sok mindent szerintem így körülöl. Itt igazából mindent lehet csinálni, és hát tényleg nekem a szerelem városom, és ide mindig jó visszajönni, és amikor az ember ugye elutazóval megyek ki a Liszt felire, és akkor felülök a repülőgépre, és akkor úgy vágyom, hogy jó, most elmegyek külföldre, és mindenkor visszajövök, és így végig megyünk Budapesten, az egy ilyen fantasztikus érzés, úgyhogy nekem a világváros az körülményben. Hát, ha jól tudom, akkor te harcművész vagy, vagy az a választott sportot, a harcművészetet űzök. Ugye, hogy még nem mondanád el magad harcművésznek? De azért meg tudod védeni magadat. Igaz, a harcművész sosem mondja magadat, hogy harcművész. Na hát, igen. Szóval, hogy lehet ezt összeegyeztetni? Milyen pontosan mit is csinálsz? Zenbukan kempó. Kempó, igen. Szóval, hogy lehet a kempót a magasabbal összeegyeztetni? Most nagyon kapartam, hogy magasságút vegyek, tehát látszik, hogy nehéz ezt a dolgot, hogy már összeszedni. Akkor lehet, hogy kell hozni készültél. Igen, többek között ezért. Szerintem, aki kicsit ismer engem, az tudja, hogy én azért inkább ilyen fiúslány vagyok, úgyhogy nálam tényleg nem a balett, meg a tánc jött szóba, hanem mindig is inkább jobban vonzottam az ilyen sportágak felé, és akkor ebből aztán annyiféle lehetőség van, tényleg a cselgástól a jitsuig minden, tehát nagyon sok minden. Úgyhogy ez egy izgalmas sport, és aki még nem próbálta, annak tényleg ajánlom. Ajánlod a fiatalokat? Igen. Szerintem, főleg a fiatalokat, nagyon sok tiszteletet lehet tanulni szerintem, mert nyilván egy kicsit talán jó is, hogyha az ember megtanulja, hogy hol állják. Nagyon szépen köszönjük Bencának, Janicsák Bencának.